Ahhoz, hogy biztonságos legyen a magyarországi vérellátás, évente közel 450 ezer egység vérre lenne szükség. Tavaly azonban mindössze 405 ezer egységnyit adtak. Ez a mennyiség csak éppen fedezi a kórházak igényeit, közölte az Országos Vérellátó Szolgálat. Egy véradáskor egy egység, azaz 4,5 deciliter vért vesznek a véradóktól, akik a tapasztalatok szerint januárban kevésbé aktívak. A december hónap az egy nagyon szép erős hónapunk volt, és nagyon sok véradó, szándékú ember jelentkezett kiszállásos véradásokon és a vérellátóállomáson is. Azt tapasztaljuk, hogy mostanára ez a hajlandóság némileg csökkent. Szeretnénk, hogyha az emberek elgondolkodnának azon, hogy bármikor bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy segítségre szorul, és segítsen, aki tud, azt szeretnénk kérni. A Magyar Vöröskereszt 1939 óta szervez véradásokat. Fontos tudni, hogy a véradás nem vérvétel, így nyugodtan ehetünk és ihatunk előtte, valamint egyben egy szűrővizsgálat is, így visszajelzést is kaphat a véradó az egészségi állapotáról. A segítségnyújtás mellett így komoly előnyei is vannak. 15 éve járok vért adni körülbelül, minden évben egy alkalommal szoktam a lakóhelyemen szervezett véradáson részt venni. Ez most egy ilyen speciális eset, egy barátunknak van egy komoly szívműtétje, és ő neki vérkészletre van szüksége, és most egy ilyen rendkívüli akció keretében érkezünk itt többen ebből a baráti társaságból, és adunk vért a számára. A nyíregyházi vérellátó állomáson hétköznaponként reggel 9 és délután 3 óra között várják a véradókat. Ezen kívül a megyeszékhelyen több munkahelyi intézeti véradást is szervez a Vöröskereszt, valamint február első hetében az ifjúsági véradások is elindulnak.